Minőségi munkájukkal, szorgalmukkal példát mutató köztisztviselőket ismertek el a Városházán. A köztisztviselők napjának alkalmából életműdíjakat is átadott a városvezetés azoknak, akik több évtizedes munkájukkal sokat tettek Miskolcért. 20 elismerést adtak át a Városházán megrendezett köztisztviselők napjának ünnepén. A városvezetői 3 életműdíjjal mondtak köszönetet azoknak, akik nyugállományba vonulnak, vagy a közeljövőben vonulnak majd, de munkájuk a várost és a miskolci közösséget építi több évtizede. Jó esélyen is az emberrel számolnak, illetve látták azt, hogy tett valamit az asztalra. Én nekem mindig elsődleges volt a nemzeti kultúra, a magyar kultúra. Nem vettem figyelembe, hogy vannak-e határok, vagy nincsenek határok. Egységes magyarságban gondolkodtam, nekem ez volt a fontos, a nemzeti kultúránk, ami egy kiabathatatlan forrás mind a mai napig. Pap Ferenc számára a kultúra maga az élet, munkássága is ezt bizonyítja. A nemzeti egységes magyar kultúra neki is köszönhetően otthonra talált Miskolcon. Az életműdíjasok mellett Krize Ákos polgármester a legkiválóbbakat elismerő oklevéllel és az év köztisztviselője díjjal is értékelte. Az állandó változásban, az állandó városi igényeknek való megfelelésben látom ennek a közösségnek a nagy erejét, és ebben nagyon sokan kiemelkedően teljesítettek az elmúlt években. A polgármester köszöntőjében hozzátette, hogy a működési gondolatok változnak, idomulnak az igényekhez. A kor kihívásaira jól reagál a miskolci köztisztviselői réteg. Az informatika használata ma már a mindennapi munka része. A gyorsabb ügyintézés a lakosság igényeinek kiszolgálása mára kiteljesedett.